Fehér Klára Testvérke című elbeszélését előadja Dilinszky Réka. Egyet azért, mert nagyon szép őszi leveleket gyűjtöttem a téren, és nagyon szépen felragasztottam. A harmadikat azért, mert én 4 verset is tudtam az őszről. Apuka azt mondta, ez akkora ünnep, hogy kérhetek valami ajándékot. Egész nap törtem a fejem. Mit kérjek? Fagylaltot. De a fagylaltot hamar elnyalom, és nem marad belőle semmi. Egy tűzoltóautót szeretnék, piros létrával és szirénával. Már karácsonyra szerettem volna, de anyuka azt mondta, más nem hiányzik, mint hogy egész nap sivítson a sziréna. Egy testvérkét kérnék, mit gondolsz? Ferinek már 3 testvére is van. Zsuzsinak is van 2. Ők azt mondják, a testvérke legalább annyit sivít, mint egy tűzoltóautó, és nehezebb is elhallgattatni. Most folyton a testvérként gondolkozom. Ha testvérként volna, akkor apuka nem csak engem nyitetne az ölébe, hanem őt is. És este anya nem csak nekem mesélne, hanem neki is. És nem csak engem csókolna meg, hanem őt is. Én nem vagyok így, de tudod azért, a kiságyom mellett volna még egy kiságy, és a banánt kapni, azt ketté kellene törni, és rajzolni szeretnék, meglökni az asztalt és verekedne is. De amikor egyedül vagyok a szobámban, azért lehetne vele beszélni. És amíg kis tagyogott volna, én tanítanám játszani. És ráznám neki a csörgőt, és ő nevetne rám. Ha kisfiú volna, olyan jó barátom lenne, mint a Ferike. Ha pedig kislány, olyan helyes lenne, mint a Zsuzsika. És ha Malmot, vagy kinevet a végét szeretnék játszani, hát ott lenne kéznél. És lehet, hogy titkokat is megbeszélhetnék vele. És volna kinek dobni a labdát, és volna otthon is egy gyerek, akit szeretnék. Azt hiszem, ráér a tűzoltóautó, inkább testvérkét szeretnék,